Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós, szeptember 3-án. Teli hold már elmúlt, és elkezdődött ez az időszak, amikor a hold lefagy. Ebben az időszakban indíthatunk valamit, amitől el szeretnénk búcsúzni. Vagy például most kezdhetünk egy fogyókúrát. A hold a mai napon a Purva Patra holdházban található. Ez a holdház Pegazus csillagkép hatása alatt áll. Pegazus az egy szárnyas ló, és jelképezi a felszabadulást, a szabadság érzetét, és azt is, hogy áttette magát a félelmein. Ez kihat a mai napra, hat az érzelmeinkre, és ez nagyon fontos most, áttenni magunkat a félelmeinken. A hold egy jó kapcsolatban áll Plutó bolygóval. Ez is kihat az érzelmeinkre, mert a hold az érzelmeket szimbolizálja. A Plutó bolygó közli velünk, hogy fontos a belső erő, hogy bízzunk magunkban, bízzunk az érzelmeinkben, vagy a párkapcsolatban, a hivatásunkban, az, ami számunkra fontos. Plutó bolygó gyakran lezár valamit. Ezen el kell, hogy gondolkozzunk, vagy amit mi érzünk, mi az, amit le kellene zárni. Én azt mondanám, ezek most a félelmek. Merkur bolygó egy jó kapcsolatban áll egy visszatekintő Szaturnusz bolygóval. Ez egy úgynevezett trigón kapcsolat. Ebben a kapcsolatban beszélgetésekről, kommunikációról van szó, mivel Szaturnusz is hat, itt korlátozások vannak. Vagy mi kell, hogy korlátokat tegyünk másokkal szemben, akik megsértettek, megbántottak bennünket, hogy nemet mondjunk, vagy valaki megpróbál bennünket korlátozni, és kell, hogy ezt mi megbeszéljük, áttegyük magunkat ezeken a nehézségeken. Mivel ez a kapcsolat jó, így jó eredményeket hoz. Hamarosan lesz egy kvadrát aspektus Mars bolygó és Vénusz bolygó között. Ezek nehézségek, kihívások, mivel itt Mars bolygóról és Vénusz bolygóról van szó, ez a párkapcsolatot illeti. A Mars bolygó a férfiakra utal, azok most nagyon bátrak, de kell nekik a szabadság érzete, valami lelkesíti őket, és aktívak. És a Vénusz bolygó az most nagyon érzékeny. Ez a nőies energia hat ránk, hölgyekre. Mi hölgyek most és a következő napokban is érzékenyen reagálunk. Megsértődünk, mindent olyan személyesnek tekintünk, visszahúzódunk, vagy sírunk, és ez nem tetszik a férfiaknak, ezek lesznek most a kihívások, mert ez nézeteltérésekhez vezet. És ez volt a mai felvételem Mizós szeptember 3-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!